Sziasztok, kozákok! Beszéljünk egy kicsit az Early Birdről, hogy mi tartalmaz az Early Bird Pack. Na, hát a Kozák 3-nak először is nem volt klasszikus előrendelési fázisa. Állítólag a bonyolult Steam adminisztrációk voltak ennek az okai, de hát gondolhatjátok, hogy valójában mi volt a fejlesztők házatáján. Na mindegy, ebben nem menjünk bele. Ugye a játék szeptember 20-án jelent meg, és aki október 5-én megvásárolta a játékot, annak járt a Kozák 3-nak az első kvázi DLC-je, az Early Bird Pack, illetve a Linuxosoknál, az, akiknél ugye elérhetővé vált a játék, onnantól ugye 15 nap állt rendelkezésre, és ők is behúzhatták ugyanezeket a tartalmakat. Na nézzük is, hogy mit kapunk ezzel az Early Bird Pack-kel. Először is a többjátékos módba egy csillagot, és felőre rakja, tehát felül listázza a mi nevünket, tehát láthatjátok, itt vagyunk mi, kvázi a Kozák HQ, és fölül vagyunk, nem pedig alul a többi C-nél. Na, ez a többjátékos mániásoknak jön jól, de nézzük, hogy mit kapnak az egyszerűbb játékosok, ami úgymond kézzel foghatóbb. Na, gyakorlatilag erre van két egység, amit ugye a diplomácia centerben érhetünk el. Na, láthatjátok itt Lengyelországnál például, egyébként minden népnél, török íjász, illetve könnyű lovas zsoldosokat. Mindjárt kikérünk egy párat, és megnézhetjük, hogy is néznek ki. A török íjász gyakorlatilag ugye törököktől van, a könnyű lovas pedig, könnyű lovas egyébként magyaroknál gyártató, a magyar népnél, és a könnyű lovas, mint láthatjátok, a 18. századi dragonyost váltja fel, a török íjász pedig az íjász, vagyis nem váltja fel, bocsánat, csak egy másik alternatívát biztosít nekünk. Ami még az Early Bird Pack-ben benne van, az tulajdonképpen három darab bónusz küldetés, a török invázió, a harca szabadságért, illetve a 30 éves háborúk. Ezek a küldetések nem kapcsolódnak egymáshoz, így tulajdonképpen három darab különálló missziót teljesítettünk. Ráadásul a 30 éves háborúban van egy kis hát ilyen exkluzív feature, ahogy mondanám, ott kiválaszthatjuk a szövetségeseket, hogy kikkel leszünk, tehát ennek ez egy küldetésnek többször is neki lehet futni. Na tehát a korai vásárlók ezt kapták az Early Bird Pack-kel, ez sajnos utólag már nem érhető el a játékosok számára.